Így néztek ki a szekszárdi Herman Otto utca egyik 4 emeletes társasházában a lakások a 2019. októberében történt gázrobbanás után. 2018 őszén kezdték el teljes körűen felújítani az épületet. A 69 éves építési vállalkozó egyik megbízott alvállalkozója egy olyan ember volt, aki bár tudta, hogy nincs szakképesítése az összes feladat elvégzéséhez, mégis elvállalta azt. A 49 éves medinai férfinek a gépészeti munkák elvégzése, a víz, a szennyvíz és a gázrendszer cseréje, valamint az új fűtőtestek felszerelése és üzembe helyezése volt a feladata. A vádlottak a gázrendszer felújítását érintően számtalan jogszabályi előírást megsértettek. Többek között előzetes tervek, engedélyezés, bejelentés nélkül végezték a lakás teljes körű gázrendszert érintő teljes körű felújítását. Ennek során az alvállalkozó medinai férfi a nagyszobai konvektort elmulasztotta csatlakoztatni a gázvezetékhez, valamint a konyhába felszerelt új konvektor bekötő csavarját nem rögzítette, nem szorította meg kellőképpen. Mivel nem volt az előírásoknak megfelelő átadás-átvétel, így ezekre a hibákra nem derült fény, csak a baj bekövetkezte után. A felújítás utáni fűtési szezon beköszöntekor a lakás tulajdonosa a szobában és a konyhában is bekapcsolta a fűtőtesteket. A tulaj másnap délelőtt főzni készült, a láng azonban belobbantotta, a cirka fél nap alatt kiszivárgott földgázt a konyhában, tűz keletkezett, majd ezt követően egy kisebb, úgynevezett térrobbanás jött létre. Ennek lángja robbantotta be a szobában jóval nagyobb koncentrációban jelenlévő földgázt. A balesetben 4 sérültek meg, köztük egy személy súlyosan. Emellett 125 lakásban, 6 garázsban és 6 személyautóban összesen több, mint 150 millió forintos kár keletkezett. A rendőrség 2021. január 28-án zárta le a nyomozást és adta át az iratokat a szekszárdi járási ügyészségnek, akik vádat emeltek a 69 éves építési vállalkozó és a 49 éves medinai férfi ellen. A szekszárdi járási ügyészség a vádlottakat társtettesként elkövetett különösen nagy kárt okozó gondatlan közveszély okozásának vétségével vádolja, amely bűncselekmény 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A járási ügyészség a vádlottakkal szemben fogházban végrehajtandó szabadság és pénzbüntetés kiszabását szorgalmazza a szekszárdi járásbíróságnál. A vádirat benyújtása megtörtént a szekszárdi járásbíróság felé, azt azonban még nem lehet tudni, hogy mikor kerül sor az első tárgyalásra.